Végtelen tisztelettel köszöntök mindenkit, akinek épp a szeme elé kerül ez a rövid bejelentkezés, amelynek célja, hogy egyfajta kiegészítő információt, vagy kiegészítő impulzust adjon a Manergia nevet viselő kezelésnek a leírásához. És hogyha esetleg valaki úgymond véletlenszerűen talált rá erre a videóra, akkor mindenképpen az lenne a tiszteleteljes javaslatom, vagy inkább kérésem, hogy a videó alatti leírásban található linken vagy elérési úton találja meg magát a kezelés leírását, és legyen olyan kedves, olvassa el, mert anélkül ez a videó vagy érthetetlen lesz, vagy csak úgy lógni fog a levegőben. Nagyon szépen köszönöm. Azokat a tisztelt embertársaimat igyekszem megszólítani, és azoknak próbálok segíteni, akik már valamilyen értelemben szeretnének haladni a belső csend irányába, de esetleg még nem mélyültek el a meditációban, vagy netán érdeklődnek a mantrák világa iránt, de még nem gyakorlók, szeretnének egy picit erőteljesebb ízelítőt, kóstolót kapni. És ehhez én úgy mondanám, hogy nem csak egyfajta nyitottságra van szükség, hát a kíváncsiságnál biztos, hogy többre, de nem csak nyitottságra, hanem egyfajta bizonyos értelemben vett érettségre is. Miért mondom azt? Azért mondom ezt, mert a mai úgynevezett spiri őrület világában minden egy kicsit felhígult formában jelenik meg. Nagyon gyakori, hogy instant megoldásokat várnak emberek, vagy esetleg ezt kínálnak emberek, de én úgy vélem, hogy itt folyamatokról lehet beszélni, tehát mindenkinek érdemes úgy gondolkozni ebben, hogy létezik ennek a munkának egy passzív szakasza, hogyha valaki eljön néhány kezelésre, akkor ízelítőt kaphat abból, hogy milyen a mantrák világa, hogyan hat rá, hogyan tud elcsendesedni. És az én személyes elképzelésem és vágyámom szerint létezne ezután egy aktív szakasza ennek a munkának, amikor esetleg eljön a központba egy meditációs foglalkozásra, egy csendnapra, és egy kicsit megkísérel tevőlegesen is részt venni ebben a dologban. Tehát maga a Manergia kezelés egyfajta ilyen ráhangolás vagy bevezetés típusú dolog. És azért is mondom, hogy érdemes konkrétan elolvasni a szöveges leírást, mert ott megkíséreltem mindazt tényleg közzétenni, amit racionálisan közzé lehet tenni, de hát valójában tudjuk, hogy képtelenség egy ilyen dolgot szavakkal elmondani. Mint ahogyan nem lehetséges az étlap alapján tényleges képet kapni arról, hogy milyen ízű az az étel, milyen fűszerezésű, vagy milyen minőségben sikerült azt elkészíteni, azt csak akkor, hogyha megkóstoljuk. Hogyha most reklámszövegeket szeretnék puffogtatni, akkor valami olyasmit mondanék, hogy hát kérem tisztelettel, itt van egy zseniális eszköztár, amelyik egyesíti a mantrák magas rezgéseit, az energetikai munkát, sőt, még a kvantum szinkronizációt is. Ó, és kérem, hát ez annyira egyedülálló, hogy a világon nincsen párja. Na, ez lenne a reklám, de valahogy nekem ez nem a stílusom. Tehát sem a túlzott önfényezés, sem a túlzott puffogás az nem annyira az én műfajom. Ráadásul, hála az égnek, nem fűződik érdekem ahhoz, hogy minél több ember kerüljön ide, mert nem ez a tevékenység jelenti a megélhetést, nem ebből kell a boltba mennem kenyérért. Tehát egyfajta szerelemtevékenység, egy örömtevékenység, és nincs olyan elvárás vagy cél, hogy itt tömegek álljanak sorban az ajtóban. Ha valaki úgy találja, úgy érzi, hogy a mostani kis rövid, eszenciális videó, vagy a konkrét leírás alapján egyfajta hívást érez, akkor nagyon nagy örömmel és tisztelettel várom. Én emberként, személyként megkísérlek mindent megtenni azért, hogy a lehető legtöbb élményben vagy tapasztalatban részesüljön, és talán a többit azt pedig bízzuk rá az égiekre, mert ennél bölcsebbet úgysem tehetünk. Mindenkinek gyönyörűséges napot kívánok! Áldás, áldás, áldás!